Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Influenza járvány az országban Tolna megyében nőtt leginkább a betegek száma. Ítélet, másfél év letöltendő börtönbüntetése a halálos balesetért. Drogfogás, kábítószertermesztő férfit fogtak el a rendőrök Szekszárdon. Havazás eddig nem okozott fennakadást, de még több jön. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kitört a járvány, országos szinten is Tolna megyében nőtt a legnagyobb mértékben az influenzások száma az elmúlt héten. Térségünkben 5-ször annyian betegedtek meg, mint egy héttel ezelőtt. A megyében több kórház is látogatási tilalmat rendelt el, köztük a szekszárdi Balassa János kórház. Győri Gábor szekszárdi gyerekorvos még tavaly évvégén mutatta meg az influenza elleni három komponensű oltóanyagot. Jelenleg csak ez a típus érhető el Magyarországon, a négy komponensű oltóanyag ugyanis januárra elfogyott a nagy igény miatt. Németh Lilia, Tolna megyei tiszti főorvos azt mondja, nincs ok aggodalomra, mivel idén az A vírus törzs okoz megbetegedést, amit mindkét típusú oltás tartalmaz. Jelenleg egyébként még be lehet oltatni magunkat, a járvány kellős közepén tartunk, mutatja a friss adatokat a Tolna megyei tiszti főorvos. 500-100 ezer elé fölött. Ezzel az arányjal vezetjük az országos listát, itt nőtt a legnagyobb mértékben az influenzások száma. Összesen a figyelőszolgálatban 281-en fordultak az elmúlt héten orvoshoz, és ez azt jelenti, hogy 100 ezer lakosra több mint 500 influenzaszerű megbetegedés jut. A megbetegedések miatt több fővárosi és vidéki kórházban rendeltek el teljes vagy részleges látogatási tilalmat. Tolna megyében a Bonyhádi kórházban és a szekszárdi Balassa János kórházban is teljes látogatási tilalomról döntött a kórház vezetése. A jelentő felületen kapott adatokból az volt látható, hogy Tolna megyében második hétről a harmadik hétre vonatkozó adatokban ötszörösre emelkedtek a influenza előfordulási mutatói a megyében. Ezért a tegnapi napon szükséges volt meghozni azt a döntést, hogy látogatási tilalmat rendeljünk el a kórházban. Tolna megyében néhány évvel ezelőtt egyébként hárman is belehaltak az influenzába. Másfél év letöltendő börtönbüntetést kapott az a férfi, aki 2016 nyarán egy pénzszállító autót vezetve halálos balesetet okozott Kakasd és Szekszárd között. A másik kocsiban egy 5-tagú család ült, a legkisebb gyermek a helyszínen meghalt, hárman pedig maradandó károsodást szenvedtek. Az ítélet nem jogerős, mert a vádlott enyhébb büntetésért fellebbezett. Szinte teljesen szétnyílott a balesetet szenvedő személyautó első része. A tragikus kimenetelő ütközés 2016. augusztus 8-án a 6-os úton Kakasd és Szekszárd között történt. A fehér kocsiban egy 5-tagú család utazott. A gyerekek közül a legkisebb egy 3 éves fiú a helyszínen meghalt. A balesetet okozó teherautót egy 51 éves férfi vezette. Ő könnyebb sérülésekkel úszta meg a hatalmas ütközést. Az elhunyt kisgyerek ülésmagasítóban ült, amit 3 pontos biztonsági övvel rögzítettek. Az ütközés olyan erős volt, hogy az orvos szakértő szerint azonnal kitörött a nyaka. A gyermek nem csak az egyes csigolya törése miatt szenvedte el a halált, hanem a mellkasi főverőért oly mértékben sérült a nagy erejű ütés következtében, hogy a halál elkerülhetetlen volt, még abban az esetben is, ha a gyermek egyébként nem az ülésmagasítóban ül, amely 3 pontos biztonsági rendszerrel van ellátva, hanem az egyébként korának megfelelő 5 pontos biztonsági gyermekülésben is. Az egész országot megrázó tragédia során a család másik 4 tagja is súlyosan megsérült. 3 közülük maradandó egészségkárosodást szenvedtek. Az ítélet meghozatalakor ezt is figyelembe vette a bíró. A szekszárdi járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év 6 hónap végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3,5 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlott nem fogadta azt el, felfüggesztett börtönbüntetésért fellebbezett.
Kábítószertermesztő férfit fogtak el a Tolna megyei rendőrök. A nyomozók egyszerre három helyszínen tartottak házkutatásokat, ezek közül kettőnél egyértelmű bizonyítékokat találtak a nagyüzemi termesztésre. A férfi, akit gyanúsítanak, szabadlábon védekezhet. Speciális lámpa alatt fényvisszaverő fóliával kibélelt helyiségben termesztette a férfi a kábítószerként használt növényeket. A rendőrség felvételének következő képén pedig már az acskóba adagolt, leszüretelt, kész drog látható. A nyomozók összesen három helyszínen, köztük Faddomboriban és Szekszárdon is tartottak egy időben házkutatásokat. Ezek közül kettő során termesztés egyértelmű nyomaira bukkantak. Házkutatások során kábítószer előállítására alkalmas eszközöket, illetve egy kialakított helyiséget találtak mind a két helyen, valamint összesen 16 tő kanabisz növényt is. A drogtermesztés miatt egy 25 éves férfit hallgattak ki a rendőrök. Az eset kapcsán egy férfit, egy 25 éves szekszárdi férfit kollégáim előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki kábítószerbirtoklás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte, továbbiakban szabadlábon védekezhet. A férfi ellen indult ügyben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának rendőrei vezetik le a nyomozást. Az építőanyaggyártók idén 5-10%-os áremeléssel számolnak a további dolgozói béremelések, a fuvarozási díjak és az energiaárának jelentős növekedése miatt, közölte a Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség. A magyarországi építőanyaggyártás 2019-es trendjeit leginkább a lakóépületek építése, az épületenergetikai felújítások és az ipari intézményi beruházások alakulása határozza meg. A gyártók az új lakásépítéseknél a 2018-as teljesítményt meghaladó, de lassuló növekedést várnak. Az állami és önkormányzati nagyberuházásoknál pedig arra számítanak, hogy idén is ez a szegmens határozza meg nagy mértékben a kivitelezői kapacitások felosztását. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a lakossági épületenergetikai felújítások viszonylag alacsonyabb arányára is, hiszen ez kulcsfontosságú az építőipari növekedés stabilizálásában. Tavaly évvégén mégis csökkenést mutatott az előző év azonos időszak ához képest. Több mint 10%-kal nőtt a nettó átlagbér a KSH adatai szerint egy év alatt. Hiába az emelkedés, van, aki szerint még mindig alacsonyak a bérek, mások szerint pedig a munkavállalók legnagyobb része közel sem keresi meg az átlagot. 217.600 forint az átlagos nettó kereset Magyarországon a KSH adatai szerint. Ennek a bruttója 355.100 forint. Vannak, akik szerint ez még mindig jóval elmarad a néhány száz kilométerre kapható osztrák bérektől. Kevés. Én már nyugdíjas vagyok, gyakorlatilag engem nem érint, de az aktív dolgozókat érinti, tehát a jelenleg munkában lévő fiatal és idősebb korosztályt érinti, tehát kevés. Pedig a nettó 217.600 forint több mint 10%-kal magasabb összeg, mint amit egy évvel korábban lehetett a statisztikai hivatal szerint hazavinni. Ez nem igaz. Kevesebb. Biztos, hogy kevesebb. Tehát azt mondja, hogy az emberek jelentős része ennél jóval kevesebbet keres. Biztos vagyok benne. Sok minimálbéres, biztos. És valóban a pénzügyminisztérium adatai szerint is a versenyszférában dolgozók közel 43%-át érintette az idei minimálbéremelés, vagyis ennyien kapták a kapható minimumot a munkájukért, ami jóval elmaradt az átlagbértől. Kalocsán tartotta ülését a Paksi Atomerőmű mellett működő Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. A megjelent polgármesterek a társulás megállapodásának módosításáról határoztak, amelyre többek között jogszabályi változások miatt volt szükség. Költségvetésükről februárban fognak dönteni. Kalocsán tartotta ülését a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás. Az ülést megelőzően tájékoztatást kaptak a polgármesterek a településeiken élő gyermekek táboroztatási lehetőségeiről, Kern Tatjánától, a Paksi Atomerőmű tájékoztatási előadójától. Továbbá arról is szó esett, hogyan lehet az orosz és magyar kultúrát kölcsönösen megismertetni. Az ülés során egy napirendi pontot tárgyaltak, a társulás megállapodásának módosítását. Technikai jellegű módosításokat hajtottunk végre, amelyet majd követni fog egy átfogó szabályzást, tehát most még nem átfogó szabályzást, hanem egyes generális pontokban, ami egyrészt jogszabályváltozás miatt, másrészt pedig bizonyos feltételeket módosítottunk benne.
Többek között pontosításra került az a terület megjelölés, amely alapján meghatározzák a társulásba csatlakozható településeket. Az ülésen elfogadott határozatot a társulás településeinek testületeinek minősített többséggel el kell fogadnia, azt követően lehet a végleges és átfogó módosításokat megszavazni és bevezetni a társulást illetően. Legközelebb februárban üléseznek, amelyen a kardinális kérdés a költségvetés lesz. Idén másodjára dőlt meg a magyarországi áramfogyasztási rekord, január 23-án 6926 megawattos csúcsterhelést regisztráltak, amely 42 megawattal meghaladta a korábbi negyedórás hitelesített történelmi rekordot, közölte a Mavir. 2019. januárjában egyszer már megdőlt a magyarországi villamosenergia rendszer terhelés addigi maximuma, január 8-án 6884 megawatt volt a fogyasztás. A közleményben hangsúlyozzák, a magyar villamosenergia rendszer a télies hidegben is problémamentesen biztosította az ellátást. A klímaváltozás, a fenntarthatóság és a munkahelyek kerülnek 2019-ben az Európai Nukleáris Ipar Szervezete a brüsszeli székhelyű Foratom munkájának középpontjába. A Foratom vezetői hangsúlyozták, hogy 2018 sikeresen zárult az atomenergetika számára, és rámutattak, hogy az atomenergia megkerülhetetlen, ha a világ a globális felszín közeli átlaghőmérséklet növekedését 1,5 fok alatt akarja tartani. 2019-ben az európai nukleáris ipar továbbra is részt vesz a széndioxid kibocsátás csökkentésével kapcsolatos programokban. Ezekhez olyan adatokkal igyekszik hozzájárulni, amelyek bemutatják, hogyan segíti elő az atomenergia a klímavédelmi célok elérését, mi alatt ott és akkor biztosítja a megfizethető villamos energiát, ahol és amikor erre az embereknek szükségük van. Ezen túl az atomenergia a fenntarthatóság területén is számos előnnyel rendelkezik, nem igényel sem nagy földterületet, sem nagy mennyiségű nyersanyagot működéséhez. A Foratom kiemelkedő jelentőségűnek tartja, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos döntések objektív kritériumokra támaszkodjanak, semmint ideológiai meggondolásokra vagy előítéletekre. Az európai nukleáris ipar sok munkahelyet tart fenn, idén erről egy átfogó tanulmány is készül, ugyanakkor az ipar aggódik a magasan képzett munkaerő hiánya miatt, ezért széleskörű összefogással szeretné a fiatal generációt bevonni az atomenergetikába, bemutatva az intellektuális kihívásokat és a karrierépítés lehetőségeit. Havazás miatt továbbra is figyelmeztetés van érvényben Tolna megye területére, de már a hófúvás miatt is kiadták a riasztást. Eddig nem okozott komoly fennakadást a közlekedésben a Tolna megyére hulló hóréteg, az autóutak szinte mindenhol járhatóak voltak, a településeken pedig az önkormányzatok gondoskodtak a járdák sikosságmentesítéséről. A héten több centiméter hó hullott Szekszárdon, sem az autó, sem a gyalogos, sem a biciklis közlekedésben nem okozott fennakadást a havazás. Azonnal reagálunk a hóesésnél. Elsősorban a buszjáratokat, tehát ahol a buszok közlekednek, ezeket az utakat takarítjuk először, aztán a hegyi utakat, és akkor utána így megyünk szépen sorba. De mostani időjárás ez kegyes hozzánk, úgyhogy nem biztos, hogy minden utcába eljutunk, mert lehet, hogy elolvad addig a hó. A város alkalmazottai folyamatosan járják Szekszárdot, ahol még havas, jeges részeket találnak, lapátot, szóróanyagot fognak, hogy sikosságmentesítsék a területet. A Tolnai megyeszékhelyen, ugyanúgy, mint a legtöbb településen, sikerült eltakarítani a havat a gyalogosok által használt utakról. Közterületeket nem csak nekünk kell takarítani, hanem az ingatlan tulajdonosoknak is, tehát az ingatlanuk mellett húzódó járdákat ők kötelesek takarítani, ezt a szekszári köztisztasági rendeletben meg is lehet nézni. A városban 4 tolólappal és szóróval ellátott teherautó, 3 mezőgazdasági vontató és 2 kis traktor biztosítja a járható utakat. Egy gép 6-8 óra alatt végigmegy a kijelölt területén. A járdák sikosságmentesítését akkor, amikor havazik, még nem szokták megkezdeni, a friss hó ugyanis hatástalanná teszi a szóróanyagot. A Szekszári Babits Mihály Művelődési Központ mellett Tolna megyében minősített közművelődési intézmény lett a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ is, amelyhez több intézmény tartozik, a Csengein kívül a Dunakömlődi Faluház, a Cseresznyési Erdei Iskola és a Sóstói Tábor. 4 szakfeladattal nyert el a minősített közművelődési intézmény címet a Paksi Központ. Rendezvények, táborok, ismeretterjesztő előadások és kiállítások tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A díjat
Telledit igazgató vette át a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által odaítélt cím viselésére 3 évig jogosult az intézmény, és ezt dokumentumain is feltüntetheti. Telledit elmondta, a szakma elismerése további lendületet ad munkájuknak, és kitért arra is, hogy a Cseresznyéskerti Erdei Iskola is minősített szálláshely lett. Ez azt jelenti, hogy pályázati forrásból megvalósuló csoportokat tudunk fogadni a Cseresznyési Iskolában, illetve megköszönöm, és itt az ideje annak, hogy egy kicsit számot vessünk a 2018-as évvel, hogy az tulajdonos önkormányzat Szabó Péter polgármester úr támogatta a sóstói fejlesztéseket, a Dunakömlődi beruházásokat, és nyilvánvalóan a cseresznyési ellátás minősítése is azon múlott, hogy a tulajdonos fenntartó hogyan áll hozzá az intézményhez. Regionális hírekkel folytatjuk. Influenza járvány Baranyában 4-szeresére nőtt a megbetegedések száma. Mitől érezné jól magát Pécset? Kívánságládákat tesz ki az ÖPE februártól. Május 26-án EP választás, tájékoztató a voksolás menetéről Pécsen. Baranyában is kitört az influenza járvány, az idei év 3. hetét már összegezték a megyében. Az adatok szerint rohamosan nőtt a megbetegedések száma. 4-szer többen tapasztalták a kór tüneteit, mint 1 héttel korábban. A megyei tisztiorvos azt ajánlja, kerüljük a tömegközlekedést és a nagy ügyfélforgalmú helyiségeket. A betegség ugyanis az első 3 napban körülbelül 1,5 méter közelségben fertőz leginkább. A szakember hozzátette, érdemes figyelemmel kísérni a kórházak látogatási tilalmának jelentéseit az ANTS oldalán. A kialakult járvány jelenleg a 0-14 éves korú gyermekeknél mutatható ki. Óvodai, illetve iskolai csoportokban lehet észlelni a nagyfokú hiányzást, tehát elindult egyértelműen a járvány. Már korábban a mintavevő orvosok, az úgynevezett szentinel orvosok kimutatták a megyében az influenza A vírusát, és ezekben a 2 járásban is már elindult járványban, közösségi gyermekjárványban is kimutattuk az influenza vírusát, tehát jelen van és terjed, tehát ezzel kell számolnunk, hogy most már csak emelkedni fog a betegek száma. Milyen város legyen Pécs, mitől éreznék jól magukat az itt élők? Erre kíváncsi az Összefogás Pécsért Egyesület, ezért első körben ládákba gyűjti a pécsiek rövid írásos véleményét, ötletét. Februártól indul a városrendezési terv, ami meghatározza a Baranyai megyeszékhely jövőjét, élhetőségét. Ehhez várják a javaslatokat, elképzeléseket. Akkor érezném jól magam, hogyha jókedvűek lennének a pécsiek. Tehát legyenek jókedvűek a pécsiek, érezzék otthonuknak Pécset. Ez az én kívánságom. Nyilván én magamat is ideértve, én is szeretném jól érezni magamat ebben a városban, és ezért fogom dolgozni. Mitől érezné jól magát Pécset? Ezt kérdezi az Összefogás Pécsért Egyesület a városlakóktól. Elsőként az elnök és az alelnök írta le, mitől lenne jobb nekik. Februártól indul a városrendezési tervnek a folyamata, ami meghatározza Pécs jövőjét. Meg kell találni azokat a csatornáit, formáit, amiben a város polgárai is közvetíthetik a városvezetés és a tervezők felé az igényeiket, elvárásaikat, észrevételeiket. Ennek több formáját fogjuk majd kitalálni, hogy az év folyamán a várospolgárainak a véleményét kikérjük. Első körben ezeket a ládákat teszik ki, amikbe a pécsiek kívánságait, véleményét várják. Vagyis azt, mitől éreznék magukat jól a városban. Az a benyomásunk, hogy a legtöbb pécsi nem érzi jól magát Pécset. Annak ellenére, hogy esetleg sikere propaganda szépíti a dolgokat. És annak ellenére, hogy az idő sem kedvező talán most még, és hideg van, mi mégis azt javasoljuk, hogy azt írják le, hogy mitől éreznék jól magukat. Annak idején, amikor a Tubes ügyben harcoltunk, ugye a város megmentésért, hogy ne legyen katonai radar helyszíne, akkor valami ellen sikerült összefogni 40 ezer ember Pécset. Most nem valami ellen, hanem valamiért akarják az összefogást. Az összegyűlt javaslatokat továbbítják a városvezetés és a városrendezési tervet készítők felé. Ez egy egész éven átívelő akció. Decemberig várják a gondolatokat, ötleteket.
Az idei európai választások fontosságára hívták fel a figyelmet Pécsen. A rendezvényen többek között a szavazás menetéről, szabályairól és a választási kampányról tartottak bemutatót. A szervezők szeretnék, ha minél több érdeklődőhöz eljutnának a fontos információk. Ezek a felvételek Brüsszelben készültek egy európai parlamenti plenáris ülésen. Idén fontos esemény előtt áll a testület, hiszen május 23-a és 26-a között választhatják meg a tagállamok képviselőiket. A szavazás fontosságáról, valamint a voksolás menetéről és szabályairól tartottak tájékoztatót Pécset. A szervezők szeretnék, ha minél több érdeklődőhöz eljutnának ezek az információk. És ennek a mai rendezvénynek célja itt Pécsen az, hogy a sajtó munkatársaival egy kicsit arról beszélgessünk, hogy mi várható az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, mi a menetrendje az európai parlamentnek a választásokkal kapcsolatban. Az eseményen különböző felmérések adatai mutatták, hogy Magyarországon messze a legmagasabb arányban tudják a válaszadók, hogy pontosan mikor lesz európai választás. Ez idén május 26-a, vasárnap. Az előadásban kiemelték, a kutatások szerint hazánkban többnyire pozitív véleményt alkotnak az unióról. Emellett egy új kampánymódszert is bemutattak a szervezők. A szavaznifogok.eu kampányunk, amely egy önkéntes mozgalomra épülő, az állampolgárokat bevonni kívánó intézményi tájékoztató kampány. Erre várunk majd minél több önkéntest és minél több regisztrálót a szavaznifogok.eu weboldalunkon is. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a választások fontosságára. Ennek érdekében önkéntesek videóüzenetben szólítják meg a választókat a közösségi médiában. A felmérések szerint egyébként a legtöbb tagállamban a migráció kérdését tartják elsődleges vitatémának az Európai Parlamentben. Ha van grundfoci, miért ne lehetne grundbirkózás? A magyar találmány az iskolai testnevelésben, valamint a diákolimpiákon alkalmazott mozgás- és versenyforma, ami a birkózás megismertetésén és megszerettetésén túl a sportági kiválasztást is szolgálja. A regionális döntő rendezési jogát idén is Pécs nyerte el. Egy különleges sportnak nem muszáj messziről származnia, a grundbirkózás magyar találmány. Elég egy kötéllel körbekerített terület, vagy egy krétával fölrajzolt kör, és már is indulhat a birkózás egyszerűsített szabályaival működő sportág. Először a fiúk részére rendeztek regionális döntőt Pécsett, a lányok majd később versenyeznek. A megmérettetésre eljött olyan tanuló is, aki akár csak a nagy példakép, Növényi Norbert, grundbirkózóból vált birkózóvá. Úgyhogy először elmentem egy kis edzésre, és meg hát gyakoroltam, és az edző egyszer elvitt versenyre, és hát megnyertem az első versenyemet, és onnantól kezdve kezdtem el a grundbirkózást, és amikor vége lett a grundbirkózásnak, akkor kezdtem el rendesen birkózni. És ott minél jobb lettem, és mentem országosan már, mentem nemzetközi, meg voltam máson is. A mérkőzés idő életkoronként változik, de általában 2 perc. Tiszta győzelem az, amikor a sportoló ellenfelét függőlegesen megemeli úgy, hogy annak mindkét talpa elhagyja a talajt, és 3 másodpercig a levegőben tartja, vagy ha sikerül kitolni az ellenfelet a körből. Pontozásos győzelem pedig az, amikor a mérkőzés idő alatt megszerzett több pont számít. Az eredményeink meg hát országos döntőkön ott vagyunk már 3 éve, de benne az érdekesség az, hogy egy nagyon pici iskolából, tehát 135 gyerek jár hozzám, és ővelük egy országos döntőn 3. lenni, ez egy nagyon nagy eredmény. Ez a sportág, ahol az én hátrányos helyzetű gyerekeimnek oltári sikerélménye van. Ezt ki kell használni. És ezzel foglalkozni kell ezekkel a gyerekeknek a testével, meg a lelkével. Ez nagyon fejlesztő egy sport, tudnám ajánlani mindenkinek. Sajnos itt 10 iskola van egy egész dél-dunántúli régióból, és sajnálom, hogy nem jönnek a lehetőséggel többen. Az első korcsoportból a Meszesi Általános Iskola és a Szigetvári Tino Dilantos Sebestyén Általános Iskola csapata jutott tovább, míg a második korcsoportból a Nagydobszai Általános Iskola és a Tófei Kincskereső Általános Iskola csapata lesz ott az országos döntőn. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Influenza járvány, az országban Tolna megyében nőtt leginkább a betegek száma. Ítélet, 1,5 év letöltendő börtönbüntetése a halálos balesetért. Drogfogás, kábítószertermesztő férfit fogtak el a rendőrök Szekszárdon.
Havazás eddig nem okozott fennakadást, de még több jön. Pénteken szeles, fagyos idő várható, a nap csak néha bukkanhat elő, elvétve előfordulhat hószálingózás. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!